A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében nem hirdettek bajnokokat az alacsonyabb osztályokban, kiesők sincsenek, így gyakorlatilag változatlan mezőnnyel indul majd el a 2020-21-es idény. Az MLS megyei igazgatósága már lezárta az elmúlt szezont, és immár az új szezon előkészítési munkálkodnak Vaka Árpádék. A bajnoki rajt a megyei első osztály és másodosztálya fog indulni, méghozzá az augusztus 22-23-ai hétvégén. Utána egy hét múlva, tehát augusztus 30-án vasárnap rajtol majd a megyei harmadosztály. Az utánpótlás bajnokságok közül az U16 fog először rajtolni. Terveink szerint augusztus 29-én, az U14 pedig majd szeptember 11-én. Ezek az időpontok csúszhatnak abban az esetben, hogyha nevezésektől függően esetleg kisebb csapatlétszámú csoportokat sikerül majd beosztani, hiszen az utánpótlásban is odafigyelünk ugye a területi beosztásra. Maga egyébként a megyei foci az augusztus 8-9-én rajtol majd a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulójával, és terveik szerint a második fordulót is szeretnénk még a bajnoki rajt előtt augusztus 14-15-én lebonyolítani. Bármilyen furcsa, a megyei bajnokságok mezőnyére hatással lesz az NB1 végeredménye is. Nagyon bízunk benne. Egyrészt ugye a megyei labdarúgásunk miatt, másrészt pedig azért, mert szeretnénk, hogyha minél több megyei csapatunk az NB-s osztályba szerepel. Szóval nagyon bízunk benne, hogy a Kisvárda bennmarad. Abban az esetben, hogyha a Kisvárda bennmarad, már ugye egyeztettem Révész Attilával, akkor egészen biztos, hogy a tartalék csapatot az NB3-ban fogja indítani a Kisvárda, amire ebben a szezonban a Magyar Labdarúgó Szövetség ugye esélyt ad. Ez azért is lenne jó nekünk, mert akkor a harmadosztályban végre ismét két megyei csapatunk lenne, hiszen a Sényő mellé a Kisvárda 2 is csatlakozna. Ebben az esetben viszont a megyei első osztályban ugye egy hely megüresedik, akkor jön a feltöltés, és akkor lehet esetleg a megyei kettes bajnokok közül ugye felkérni a sorban következőt. De természetesen a július 3-ai nevezés után látjuk majd, hogy lesz nekem még, ahol feltölteni szükséges, hiszen azért ne felejtsük el, ez a gazdasági válság olyan hatással lehet bizonyos csapatokra, akár megyei első, akár megyei másodosztályú csapatokra, hogy vagy nem neveznek, vagy lejjebb neveznek. Ugye azt már tudjuk, hogy a megyei másodosztályban kettő hely biztosan felszabadul, hiszen az Ajak és a Berencs csapatai szezon közben kellett kizárnunk, ők ugye csak a megyei harmadosztályban neveznek, éppen ezért a megyei harmadosztályú bajnokok közül a két legjobb százalékos mutatóval rendelkező csapat már szinte biztosan a megyei másodosztályba játszhat majd. Az átigazolási időszak július 1-én rajtol, és a játékosok augusztus 31-ig válthatnak csapatot.